A Rizlevente Sport és Rendezvényközpont előtt álltak össze közös fotóra a Rákos mentét 2019, valamint 2024 közötti ciklusban szolgáló képviselőtestület tagjai a szeptemberben esedékes ülést megelőzően. A megszokott helyszínen, azaz a polgármesteri hivatal 301-es tárgyalójában megtartott testületi ülés kezdetén a megjelentek egyperces néma felállással emlékeztek Rizlevente, a 17. kerület 5 esztendővel ezelőtt elhunyt egykori polgármesterére, valamint az idén augusztusban elhalálozott Janik Ném Megyeri Ritára, aki 2003-ban hozta létre a Rákoskerti templom alapítványt, amelynek eredményes működése nyomán Makovec templom épülhetett fel a kerület részben. Horváth Tamás tartotta meg ezután a beszámolóját, melynek keretében kitért rá, hogy amint az a Murakeresztúron lezajlott Keresztúr nevű települések találkozóján hivatalossá vált, jövőre Rákoskeresztúr lesz a program folyam házigazdája. A városrehabilitációs jellegű fejlesztéseket érintve hozzátette, folytatódtak a kisgyermeknevelő intézmények korszerűsítései Rákos mentén. Mézes Karácsonyboda teteje lecserélésre került, de ugyanígy a Csekhovszki Árpád művelési háznak a tetőszerkezete is most van folyamatban, hamarosan az is el fog készülni, hiszen évek óta készültünk erre a felújításra, ugyanúgy, mint a Gólyafészek bölcsödés, az óvodának a tetőszerkezetét szintén le kell cserélnünk, mert olyan szinten ázott már be az épület, ez nem volt tartható tovább. A folytatásban a polgármester mindenkit emlékeztetett arra, hogy szeptember 22-én újfent benépesül a főtér veterán autókkal, velocipédekkel és biciklikkel. Sor kerül ugyanis az Adler Sportklub által szervezett Magyar Kastélyok kerékpártúrára. Horváth Tamás kitért arra is, hogy szintén a hétvégén tartandó Rizlevente Sport és Rendezvényközpont születésnapi ünnepségén kerülnek bemutatásra a nyilas táblánál megvalósuló csónakázó tó tervei. Az önkormányzatunk eltökélt abban, hogy a Rákospatak mellett az úgynevezett nyilas táblán egy csónakázó tovat hozzunk létre, közösségi terekkel, játszóterekkel, rendezvényhelyszínnel. Ennek a bemutatása fog megtörténni a sportcsarnok aulájában. Akit érdekel, az szívesen látjuk. Bemutatjuk egyelőre csak az elképzeléseinket, és mindenkitől várjuk a javaslatokat, hogy még mit szeretne látni. Ez körülbelül egy 4 hektáros tó kialakítása fog megtörténni. A rendvédelmi napok helyszínén, utána itt pontosabban be tudja mindenki azonosítani a helyszínt. A közbiztonsági beszámolót Horváth Lajos, a 17. kerületi rendőrkapitányság vezetője tartotta meg. Amint azt hangsúlyozta, a szeptemberi iskolakezdés az azzal járó megnövekedett forgalom ellenére közlekedés biztonsági szempontból is zökkenőmentesnek bizonyult Rákosmente valamennyi oktatási intézményének környezetében. Hozzátette, egyre több lakossági bejelentés érkezett a közterületeken élő hajléktalanokkal kapcsolatban. A jelenség felszámolása állandó feladatot jelent a rendőrség, valamint az önkormányzat számára. Itt a kerületben is több ilyen hajléktalan személy megjelent, és a főtér környékén, vagy éppen a Spár környékén, könyvtár környékén zaklatták, zavarták a állampolgárainkat. Polgármester úrral, illetve a önkormányzat egyéb alkalmazottjaival, meg képviselő urakkal, alpolgármesterekkel leültünk, átbeszéltünk, hogy mit tudnánk tenni első körben így rendészetileg. Azóta 40 fővel 23 óra tevékenységet folytattunk e tájkörben, és hát bizony most már 600 ezer forint bírságot kiosztottunk ezeknek a úri embereknek, illetve hölgyeknek, mert hölgy is van közöttük. A továbbiakban a nyáron nagy sikerrel lebonyolított önkormányzati tábor történéseit összegezte Danada Judit, a Rizlevente Sport és Rendezvényközpont ügyvezető igazgatója. Az általa vezetett létesítmény első alkalommal adott otthont a 7 héten át tartó programfolyamnak. Labdarúgással, lézerlövészettel, karatéval, kézilabda tanulással, tartásjavító tornákkal és sorversennyel készültünk a gyerekeknek. Hétről hétre ismételtük a programokat. A különlegessége még az volt, hogy 2-3 hónappal a programunk, tehát a nyári táborozás megkezdése előtt már kiválasztottuk a pedagógusainkat, pedagógus végzettségű és egyetemre járók segítségét igénybe vett.
tettük, megpróbáltuk a legnagyobb szakmaisággal és a legmélyebb figyelemmel felkészülni arra, hogy jó minőségű tábori vezetést hozzunk létre. A képviselőtestületi ülés a napirendi pontok megtárgyalásával folytatódott, melynek keretében elfogadásra kerültek a Rákosmenti Egyesített Bölcsődék szakmai programjának, valamint a Rákosmenti Védőnői Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló határozatok. Emellett a megjelentek egybehangzó támogatásával született döntés arról is, hogy módosításra kerül a Rákoslégeti határút, Lokátor utca, Vidor utca, Cinkotai út által határolt terület kerületi építési szabályzata, melynek részeként megépül a kerékpárút is. Végezetül Horváth Tamás köszönetet mondott az elmúlt 5 évben végzett munkájukért a képviselőknek, közöttük a többpárti ellenzéki frakcióból Vaskó Máriának és Andó Miklósnak, a Fidesz-KDNP-ből pedig dr. Pilát Károlynak, dr. Fenke Ferencnek, valamint dr. Bényi Zsoltnak, akiknek október 1-jével lejár a mandátumuk. A testület jövő hónapban esedékes alakuló ülésére a tervek szerint október 1. felében kerül majd sor.